Korábban rendszeresen Portugáliában és Spanyolországban edzőtáborozott a nyíregyházi gyalogló, aki negyedik olimpiája előtt új helyszínt választott a felkészülés hajrájában. Pokrovenszki József tanítványa az olaszországi Livignóban töltött két hetet magaslati edzőtáborban. Most először voltunk Olaszországban egészen fent északon az Alpokban, Livignó városban edzőtáborozni. Ez 1816 méteren fekszik, szóval ez már magasabb edzőtábor, ami nekünk hosszú távú versenyzőknek nagyon fontos, hiszen az állóképességet ez, ez nagyban javítja. Az a körülmények ideálisak voltak, a hőmérséklet az, az nagyon megfelelő volt, reggel ilyen 8-9 fokban tudtunk edzeni, délután meg a 20-23 fokban volt egy rendes hagyományos 400 méteres rekordtámpaja, illetve nagyon sok kerékpárút, ahol nagyon jókat tudtunk edzeni. Emellett voltak erősítő, illetve gyógytornás kiegészítő edzéseim is, és így utólag is azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerült ez az edzőtábor. Máté az elmúlt héten a megszokott nyíregyházi környezetben és a megszokott kánikulában készült. Párizsban is hasonló időjárásra lehet számítani. Nálunk ez elég nagy befolyásolási tényező az, az, az időjárását próbálunk uh, uh, itthon edzéseken is uh, új frissíteni, illetve uh, új végezni az edzéseinket, hogy ez uh, ne hátrátasson. Szerencsénkre a rajt az majd uh, reggel korán uh, 7 óra 30 kor lesz. Bízunk benne, hogy akkor még nem lesz az a nagy hőség, és nem fog, nem fog minket zavarni. A pálya az uh, hagyományosan egy, egy kilométeres körön fog zajlani. Az Eiffel-toronyjal szemben lévő uh, utcát fogják uh, nekünk biztosítani. Egy 500 méter és 500 méteres ö, ö, visszapálya lesz. Igazából általában nekünk ö, ilyen pályáink szoktak lenni. A, a Londoni Olimpián, Rióban, illetve Tokióban is így volt, illetve itthon mindig a Békés Országos Bajnokságon is ö, ö, így szoktunk felsenyezni, szóval ez, ez már megszokott lesz. A 35 éves gyalogló a 2012-es londoni olimpián 20 kilométeren 32 lett. Négy évvel később Rióban szintén 20 kilométeren 28 ként zárt, Tokióban pedig 50 kilométeren a 17 helyen végzett. Párizsban a középmezőny elejét célozza meg Máté. Mivel nálunk most már csak egy gyalogló számon az 50 km-t megszüntették, ezért nagyon erős mezőny van. Főleg úgy, hogy a, a Tokiói Olimpián még 60 induló veeltet részt, most már csak 48, szóval szűkítettek nagyon élmezőnyön. ezért nagyon-nagyon erős mezőny. Hát, ha az egyéni csúcsom közelébe tudok lenni, akkor egy erős középmezőny elejét el tudom csípni, bízom benne, hogy az egyén csúcsomat azt, azt meg tudom ott közelíteni. Párizsban 20 magyar atléta indul. A 20 kilométeres gyaloglás csütörtök reggeli fél nyolcas rajtjánál Helebrant Máté mellett ott lesz Venyel Bence is.